kérdésem az lenne, hogy ugye neked elég nagy a kapcsolati hálód már, tehát nagyon sok mindenkit ismersz, akár Magyarországról, akár külföldről, és hogy szerintem egy kezdő vállalkozónak ez nagyon nehéz lépés, amikor valaki így elkezdi, hogy nincsen kapcsolati tőkéje, miközben egyébként szerintem ott bukik vagy áll a dolog, hogy ezt hogy kezded el építeni, és hogy kommunikálsz magadról. Erre van-e esetleg valami tippet, hogy te hogy csináltad, hova jársz el, vagy itt mondjuk Magyarországon ezt így hogy lehet kivitelezni, kapcsolatokat építeni kvázi? Van konkrét elképzelésemre. Hát az egyik, hogy tényleg rengeteg rendezvényben meetup van, és sokszor ez még csak nem is pénzkérdése, hanem rengeteg ingyenes rendezvény, ahol el lehet, vagy nagyon minimális befektetéssel el lehet jutni meetupokra, ami ugye szakmai találkozókat jelent, kicsit informálisabb, vagy konferenciákra, expókra. Tehát eljárni olyan közönségben, vagy közösségben, ahol hozzánk hasonló érdeklődési körű emberekkel tudunk találkozni. Tehát szerintem ezzel is, hogy egyáltalán kimozdulni otthonról, és tudom azt, hogy volt egy csomó olyan este, vagy alkalom, amikor nagyon nehezen indultam el, nagyon nem volt kedvem, nagyon hideg volt kint, vagy tök mindegy, valami kifogás volt, amiért nem akartam elindulni, de mégis elmentem, és valamiért nagyon jól sikerült, és meghatározó volt mondjuk az az alkalom. Tehát szerintem az egyik, hogy kilépni a komfortból és elmenni rendezvényekre. Erre rengeteg fórum van, meetup.com, többször már hangoztattam korábbi videókban, blogpostban is, vagy csak a Facebook eseményeket végig-végig listázni. Eventbrite, de akár a mi rendezvényünk, az üzlet és utazás is olyan, hogy ott, ugye most már ilyen 200 fő jelenik meg általában egy este során, és direkt azért hagyunk egy viszonylag hosszú kapcsolatépítő szünetet, mert tudom, hogy mennyire fontos, hogy azok az emberek beszélgessenek egymással. Még nem moderáljuk, vagy nem szabályozzuk túl ezt a kapcsolatépítést, de próbálunk azért ilyen támpontokat adni, hogy tényleg lépjenek oda az emberek egymáshoz. Ez egy. Kettő, legyen egy rövid olyan bemutatkozás, ami nem 10 perc, meg nem 20 perces, hanem hogy ez a tipikus elevator pitchnek hívják, ami azt jelenti, hogy ha liftben beszállsz valakivel, és van egy percet, hogy fölmentek együtt a 10-re, akkor hogy mutatkozol be? És hogyha ez megvan, abba kiemelni azt, hogy te ki vagy, mivel foglalkozol, és mi az a dolog, amit te tudsz adni. És ezzel azért érdemes tisztálni, és ezt gyakorolni sokat, akár felmondani több embernek, vagy figyelni az emberek reakcióját, hogy... Tükör előtt. Akár tükör előtt. Megértik-e egyáltalán, hogy te mit csinálsz, és hogy reagálnak rá, hogy felcsinál a szemük, vagy az, hogy elkezdenek ásítozni, vagy elfordulnak, és oda mennek máshoz, de most viccen kívül, tehát hogy... Tesztelni azt, hogy reagálnak rá az emberek, hogy egyáltalán meg tudod-e fogni azt, hogy te ki vagy és mit csinálsz. És akkor utána a harmadik pedig az, hogy kilépni a komfortzónába, és minél több embernél ezt megtenni. És ha oda mentél 100 emberhez, akkor biztos, hogy lesz abból 5-10 új barátod. Ja, és ugye még beszéltél a coworking irodák előnyeiről is, hogy igazából oda is... Hát az meg ennek az olvasó tégeje, mert oda jellemzően olyan emberek járnak, akik szintén egyedül dolgoznak, helyfüggetlenül dolgoznak, digitális nomádok, és ott is a kávégépnél oda lehet lépni egymáshoz, és beszélgetni arról, ki mit csinál. És nem ciki. És abszolút egy csomóan azt gondolják, nem, hogy ez ciki, úristen, mit mondok magamról, vagy nem is tudom, tehát nem is tudják szerintem az emberek magukat jól bemutatni, abszolút. Sem sok esetben.